Köszöntöm Önöket! Ma a műsorunkban a természetet vesszük górcső alá, szó lesz az év fájáról, süllőfészkekről, de elsőként az újszülöttek kanizsai erdejébe látogatunk el. A csónakázótó mellett is létesült egy úgynevezett újszülöttek erdeje, mintegy három hektáron. Az Agrárminisztérium 2019-ben indította el az országfásítási mintaprogramot, melyhez a Zalaerdő ZRT is csatlakozott. Az elmúlt években nem csupán Zalában, hanem országszerte több százezer csemetét ültettek el annak érdekében, hogy az ország erdő területeit növeljék. A frissen kialakított területet pénteken mutatták be a nyilvánosság előtt a sajtó képviselőinek segítségével. Mint az elhangzott, a fásítás több ütemben zajlott és zajlik. A múlt heti rendezvényen Kovács Ferenc, az Agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztályvezető részletesen szólt a kormány és a tárca fő célkitűzéseiről, valamint az előzményekről. A héten ünnepeltük az erdők világnapját, aminek az idei jelszava, mottója, egészséges erdők az egészséges emberekért. Ez is apropója részben annak, hogy most itt vagyunk, hogy igyekezzünk az alaerdő, az ERT segítségével, Magyarország erdőterületeit, egészséges erdőterületeit növelni annak érdekében, hogy az emberek egészségét, az emberek természetben természetben történő feltöltődését elősegítsük. Ha erdőről beszélünk, akkor mindig hosszú távlatban kell gondolkodni, ezért most itt a beszéd kapcsán is egy kicsit visszabugranék az időben, méghozzá a Trianon időszakáig, amikor is Nagy-Magyarország elcsatolt területei kapcsán elmondható az, hogy azzal az elcsatolással Magyarország akkori erdőterületeinek 85%-a került a trianoni határokon túlra. Ez azt jelenti, hogy az akkori vagy újonnan keletkezett Magyarország területének alig 10%-a volt csak erdőterület, ami nagyon-nagyon kevésnek mondható. Ezt már akkor is felismerték elődeink, erdész elődeink, illetve az ország vezetése, és többször több ütemben erős országfásítási programokba kezdtek bele. Ennek különböző ütemei voltak, volt, amikor ez jobban haladt, volt, amikor kevésbé. Ha csak itt a 21. századba mélyedünk egy kicsit bele, akkor 2005-2007 környékén kapott ez egy nagyobb lendületet, akkor intenzív erdőtelepítések voltak Magyarországon, aztán ez szépen lassan lecsillapodott, egészen annyira, hogy gyakorlatilag 2015 környékére szinte megszűnt az új erdőknek a, a létrehozása. 2019 egy forduló év, amikor ebben változás következett be, és egy újabb fellendülést kapott az erdőtelepítés. Ekkor több program keretében is újra mind állami, mind magánszereplők bevonásával megkezdődtek nagy ütemben az erdőtelepítések. A sajtótájékoztatón a szakember arral is beszámolt, hol tartunk ma, mint egy bő száz év után. A számok önmagukért beszélnek. Az 1920-as évek 10%-ához képest ma Magyarország erdő területeinek összessége 25,4%. A kormány célkitűzése, hogy ez az arány 2030-ra 27 legyen. Ehhez kapcsolódik mindenféle ösztönzés, mindenféle támogatás, ami szolgálja, hogy ez a cél megvalósulhasson. De ne csak az erdőterületről beszéljünk, hanem az erdőterületben található fákról is egy pár szót szeretnék említeni. Magyarországon az élőfakészlet az több mint 400 millió köbméter. Ez, hogy élőfakészlet, az azt jelenti, hogy az erdőben található összes fának a mennyisége köbméterben mérve, ez az a szám. Ugye a fák évről évre növekszenek, ez azt jelenti, hogy ez a növedék, ami rárakódik a faegyedekre, ez több mint 13 millió köbméter évente. Ebből az elmúlt időszakban nagyjából 6 és 9 millió köbméter közötti került kitermelésre. Ez azt jelenti, hogy nem csak a terület növekedése nélkül is jelentősen nő Magyarországon folyamatosan az erdélyi fáknak a mennyisége. Ez is azt mutatja, hogy jelenleg tartamos erdőgazdálkodás folyik Magyarországon. És hogyha ha akkor visszakanyarodnánk a területnek a növekedésére, hogy hogy is következhetett be ez az újabb fellendülés, a közös agrárpolitika, nem is a közös agrárpolitika, bocsánat, az a jelenlegi EU-s támogatási rendszer, a vidékfejlesztési programnak volt erdőtelepítést célzó támogatása, ami alapvetően a magánszektor, illetve az önkormányzati szektor számára volt lehívható, illetve jelenleg is lehívható. Ennek keretében az elmúlt években több mint 50 ezer hektára érkezett be támogatási igény, amiből több mint 30 ezer hektár a mai napig már meg is valósult. Mint ahogy említettem, ez alapvetően önkormányzat, illetve a magántulajdonosok számára nyitott. Az állami erdőgazdaságok számára ez nem elérhető, viszont mint tulajdonosi joggyakorló az Agrárminisztérium mindent megtett annak érdekében, hogy az állami erdőgazdaságok is, akik jelenleg több mint 50%-át kezelik a magyar erdővagyonnak, ők is kivehessék részüket és kivegyék részüket ebből az erdőtelepítési programból. Ezért többféle program is megkérdetésre került. Részben mint a fásításba kezdtek az erdőgazdaságok 2019-ben, és folytatják azóta is. Részben pedig az újszülöttek erdeje program került megkérdetésre, ahol minden megyében az éves születendő gyermekszám tízszeresének megfelelő, legalább tízszeresének megfelelő csemete kerül elültetésre. Jelenleg is egy ilyen területen állunk. A Zalaerdő ZRT területén zajló országfásítási programról a társaság vezérigazgatója számolt be. Én azt gondolom, hogy a mintaprogram kifejezés kétféleképpen értelmezhető és értelmezendő. Egyrészt mintaszerű erdőtelepítéseket szeretnénk végrehajtani, amit majd a külön erdőrészlet bemutatóban itt elmondanék, hogy mire gondoltam, tehát mintaszerű erdőtelepítéseket, illetve egyfajta mintát is adni azoknak a gazdálkodóknak, föltulajdonosoknak, akik telepíthető erdőterülettel rendelkeznek Zalában, olyan szántóterületekkel, ahol egyrészt a terepalakulat, illetve az egyéb hatások inkább az erdőnek kedveznének, mint a mezőgazdasági kultúráknak. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos társadalmi szerepvállalási feladat is egyben, hiszen valós és reális alternatíva az erdőtelepítés gazdaságilag is a, a vállalkozóknak a szántóföldi növénytermesztés mellett. A program elindulása óta, 2019 óta az alerdő ZRT több mint 35 hektár új erdőt telepített az általa vagyonkezelt állami földterületeken, ami a társaság méreteihez, illetve a rendelkezésre álló telepítető szántó területeihez mérten egy, én úgy gondolom, hogy jelentős mértékű feladat. Végrehajtást jelent, és jelen pillanatban itt az előbb említett két kategória közül a újszülöttek erdejének a telepítését szeretnénk önöknek bemutatni, ahol az előbb említett ültetési darabszámú túlszárnyalva három hektárt erdőtelepítettünk, ami itt hozzávetőleg 15 ezer darab csemetét jelent egyébként újszülöttenként. Na de térjünk vissza egy kicsit a, a mintafásítás gondolatára. A, mint a Mintafásítást meghatározott metódus szerint kell végrehajtani, adott a területen egy fő fafaj, amit jelen esetben a kocsányos tölgy, illetve előírás szerint egy fafajokat alkalmazva a majdani erdő egészségi állapotát stabilizálandó, a biodiverzitást elősegítendő elegyfafajokat, és ritka őshonos elegyfafajokat is telepítenünk kell, és telepítettünk is itt az adott területen. Ha majd körbejárunk és körbenézünk, akkor jól látható lesz, hogy azokat a megjelölt egyedeket, amit egy előírás szerint védünk és jelölünk meg, ezen metódus szerint telepítettük a területen. A terület nagysága 3,6 hektár, egy pillanat néhány számot puskáznék, mert így precíz kocsányos tölgyből elültetésre került 19.600 darab, ugye említettem, hogy ez a főfafaj, amit kiegészítettünk ö, elegyfafajjal, 2.800 darab magaskőrissel, illetve ö, a ritka őshonos elegyfafajok közül 1.400 darab vadalmával, 2.800 darab madárcseresznyével, és 1400 darab vadkörte csemetével, amik szórtan helyezkednek el a területen. Valamint fontos kitétel, hogy erdőszegély kialakítására is sor kerüljön itt, hogyha látjuk a terepalakulatot, akkor erdőszegélyre a nyugati oldalon lesz szükségünk, hiszen a másik három égtáj irányából erdővel határos ez a terület, itt a kerítés mentén különféle cserjefajokból, még hozzá kökényből 727 darab, illetve galagonyából 1454 darab csemete került a, a felmart területre, beültetésre. A szóban forgó területen a korábbi években szántóföldi növénytermesztést folytatotta a Zalaerdő ZRT. Elsősorban kukoricát és a vetésforgónak megfelelően zabot. A területet kivonták a mezőgazdasági művelés alól, és erdőtelepítésbe vonták az előbb említett minták és a társaság által megfogalmazott javaslatok alapján. Műsorunkat az erdővel, illetve az erdők nemzetközi napjával folytatjuk, valamint azzal a fafajjal, amelyel az idei esztendőben bővült a csónakázótó melletti időspirál. A 2022-es esztendőben a vénszill lett az évfája, illetve fafaja. A következő percekben számos érdekességet megtudhatnak nézőink az évfája mozgalomról és a bizonyos nyertes fafajról is. A bizonyos időspirált csak nem tíz évvel ezelőtt alakította ki azzal a erdőzi A nevében benne van, egy spirálon helyezkednek el azok a fafajok, amelyek szakemberek döntései és szavazatai alapján lettek kiválasztva. Egy kis rövid ismertető is tartozik minden egyethez. A legújabb példányt a Vénit szil csemetét az idei esztendő erdők nemzetközi napján ültették el. Talán ott kezdem a történetet, hogy Magyarországon az évfája mozgalom, hívjuk így, 1996 óta él, ami arról szól, hogy egy kuratórium szavazatok alapján, ami 2012 óta már online felületen zajlik, eldönti, hogy milyen évfája, pontosabban évfafaja lesz az, amire abban az évben felhívjuk kicsit a figyelmet, a sajtón keresztül, különféle rendezvényeken keresztül, és ez a 96-os mozgalomhoz csatlakozott az Alerdő, illetve az Erdészeti Egyesület helyi Csoportja egy olyan gondolattal, hogy minden évben ültetünk is ezekből a fafajokból egy-egy példányt itt a csónakázótó területén. Tehát a történet már több évtizedre nyúlik vissza, pedig ahogy említette, az Alerdő 10 éve ülteti a fákat, de gyakorlatilag itt minden 96 óta, minden egyes év fája megtalálható hogy miért szükséges ez, ugye ezek a fafajok általában ö, erdei fafajok, tehát magyarországi őshonos fafajok, és nagyon sok olyan fafaj van, ami nem állományalkotó, ö, hanem elegyben, tehát ö, elszórtan található az erdőben, sokszor a laikus turista nem is nagyon fedezi fel őket, tehát nem a tölgyről, bükről, hanem, hanem mint az idén is a, a van szó, és ez az év ö, Különféle csatornákon keresztül arról fog szólni, hogy erre a fafajra felhívjuk kicsit a figyelmet, a létezésére és annak, annak szerepére az erdőállományokban. Mutassuk akkor be egy gondolatvöréig ezt a bizonyos fafajt, amit idén ültetnek a kollégák. A szil, ahogy a nevéből is látszik, a szilek közé tartozik. Azon belül is általában folyóparti, ártéri, vizesebb élőhelyeket kedvel. Úgyhogy itt, hogyha körülnézünk ezen a helyen, gyakorlatilag ő most az élőhelyén van. Tehát ez most egy olyan fafaj, amit a csónakázótó térségében, akár az erdőben is, vagy a, a, patakparton is előfordulhat. Amúgy nem egy látványos fafaj, nem is nő túl magasra, az erdőkben elszórtan lehet megtalálni, 25 méter magas maximum, sem a virágzása, talán az őszi lomszíneződése, a sárga lomszíneződése az, ami, ami kicsit talán látványosabb. Tehát mindenképpen egy, egy nem egy állományalkotó fűfafajról, hanem egy erdőben elszórtan ö, található fafajról ö, van szó. Viszont mivel szil, ezért inkább arra emelném, vagy azt emelném ki, hogy a szileknek nagyon ö, megcsapanta az egyet száma a magyarországi erdőkben. Ez pedig az 1930-as években kezdődött szilpusztulásnak a következménye aminek még a vénicil talán a legjobban ellenálló faja, és itt ezen keresztül látszik az, hogy akár a szileg vagy később más fafajok is a klímaváltozás, illetve a legyengült egyedek, utána a rovar és egyéb gombás károsítások következtében nagyon nagy veszélynek vannak kitéve. Tehát, ha, ha már vénicilről beszélünk, akkor inkább ezt emelném ki, hogy igazából a mai magyar Erdőkre és az adatokat alkotó fafajokra a szinte évre évre tapasztalató klímaváltozás nagyon nagy veszélyt jelent, és ezeknek a fafajoknak a fenntartása, illetve a fafajoknak a megtartása az erdőkben, az erdőgazdálkodásnak is kiemelt célja is, és célkitűzése. A Vénit Szil 860 szavazattal nyerte el a 2023-as évfája címet, a második helyen 569 szavazattal a Kecskefűz, míg harmadik helyen 496 voksal a rezgőnyár végzett. Sikeres az első próbálkozás. Több mesterségesen kihelyezett süllőfészken vannak ikrák a csónakázótóban. A kísérlet egyrészt információt ad a halgazdálkodóknak a süllők tóban lévő jelenlétéről és mennyiségéről. Másrészt ez nagyon hatékony módja az ívás elősegítésének. Ezeket a felvételeket a halőri szolgálat juttatta el szerkesztőségünkhöz. A múlt hétvégén emelték ki a február végén elhelyezett mesterséges, az ívást elősegítő süllőfészkeket. Összesen kilenc darab lett kihelyezve. A szakemberek örömére, ahogy a fotókon is látszik, több fészek van már telistele ikrákkal. Ez a kísérlet egy részt információt ad arról, hogy a víztestben lévő süllőállomány ivaréret képes egyedei magát az ívást a tóban végrehajtják, magyarázta Szépligeti Ferenc a Magyarországos Horgászszövetség halőre. Most pedig következzen a szakmai beszélgetés. Az idei évvel a halőszolgálat a csulakázatóban 9 darab mesterséges, az ívást elősegítő úgynevezett süllőfiszket helyezett ki. Ennek több célja is volt. Az egyik az, hogy a képet kapjunk arról, hogy a, a vízben rendelkezésre álló sülly állomány képes egyedei, ö, magát az ívást ugye a tóban ö, elvégzik, végrehajtják, ö, milyen, milyen létszámmal, milyen milyen ö, ö, mennyiségben. A fészek az erre is egyébként ö, jó cél ennek az információ begyűjtésnek. A február 26-ai kihelyezés után a fészket rendszeresen ugye felnézzük, megvizsgáljuk. Műszakileg úgy lett kialakítva ez a fészek, hogy ezt bármikor egy kötél segítségével fel tudjuk emelni, szemrevételezni, és a hétvége alkalmával, amikor megnéztük, akkor tapasztaltuk, hogy már több fészken is sülőikrát látunk. Ez ugye egyrészt feladatot is ad a halőri szolgálatnak, hiszen ez a fészkeket nem elég csak behelyezni vízbe, és az ívás után majd kivesszük, hanem ugye ezeket kezelni kell. Ezeket két naponta felvesszük és kezeljük, hiszen a fészket meg tudja támadni különböző gumabetegségek, vízipenész, és ezzel ellen ugye védeni kell a fészket. Miért is fontos egyébként, hogy bekerültek a tóba, amellett, hogy információt ad a, a hallgazdálkodónak a jövőre nézve, másrészt pedig egy nagyon hatékony módja ez a, az ívás elősegítésének. Hiszen a mederfeneket áttapogat, vagy a nagyon sok a tóban, a nagy lágyiszapos rész, ami a süllő ívásnak, vagy magának az ívásnak egy nem egy túl ö, ideális környezet. Sokkal ideálisabb az, amikor egy ilyen lágy, füves, jelen esetben műfüves területet tudnak a halak használni az ívásra. Az idei év ugye próba év, tehát ez egy próba év, megpróbáltuk, és ugye már most az első felnézés alkalmával jó eredményeket látunk. Ennek az lesz majd a későbbi következménye, hogy a jövőben jóval több létszámú fészekkel fogunk próbálkozni. Azt is mindenképpen mondjuk el, hogy miért jobb ez a fajta idézéles technológia, mint hogyha telepítenétek az ivadékokat? Hát az előnevelt süllő telepítés, ugye ezt minden éven a, a csónakállatokban a, a hallgazdálkodó elvégzi, hiszen telepítési kötelezettsége is van, és a telepítés tervben is szerepel. Viszont ott ugye több olyan a faktor van, ami, a megmaradást illetően befolyásolhatja az állományt, hiszen az egy teljesen más ö, környezetből van kiemelve, hal is áthozva ide tóba, az egy ö, ilyen szempontból rizikósabb, hiszen időben ö, nem biztos, hogy pontosan egyeztetve van itt a, a halak tápláléka, és hogy pont abban az időszakban ö, jelen van-e, amikor az a hal érkezik. Általában ö, ö, jól működik az a rendszer, de sok ö, ö, faktor befolyásolja. A vízben, a saját vízben kelt hal az egy sokkal biztonságosabb, sokkal jobb megmaradást lehet remélni tőle, hiszen ez egy működő rendszer, működő ökoszisztéma, és a kikelő halaknak jellemzően, illetve várhatóan sokkal biztonságosabban van tápláléka, így arra számítunk, és én úgy gondolom, hogy sokkal jobb lesz a megmaradási százalék. És még érdekeseképpen mondjuk el mindenképpen a nézőinknek, hogy ezek a bizonyos süllőfészkek, ö, ö, tehát a, a nem a nőstény, hogyan magyarázzuk el, ami nekem nagyon furcsa dolog volt. Igen, hát a laikus számára, vagy a horgászok számára egy érdekes információ, ö, hogy a süllőfészkeket ugye jellemzően a, a, a hím süllők, azok akik, ö, már az ívás előtt ugye, takarítják, tisztítják, ez már egy információ volt egyébként, amikor felvettük őket, láttuk, hogy melyik üledékes, melyik nem üledékes, melyiken vélhetően már van hímsülő. Aztán, amikor megtörténik az ikla lerakása, megtermékenyítés, utána a hímsülők azok, akik ezeket a fészket őrzik, őrzik a, a mindenféle kártevőktől, a betolakodóktól, akik mondjuk az, a fészket így másodlagosan használnák, vannak olyan fajok, főrösszányú, bodorka, ezeket mind elekergeti és a kelésig tulajdonképpen ő őrzi meg a, a fészeknek a biztonságát. A fészkeket a február végi kihelyezés óta folyamatosan vizsgálták, a helyeiket bóják jelzik, a zavartalanságot biztosítják a kihelyezett táblák, ugyanis a helyszín környékén átmenetileg tilos a horgászat. Továbbá a sokkal is egyességet kötött a halőri szolgálat, a tó hátsó pár méterén nem eveznek a meghatározott ideig a sportolók. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!